Az 1965. szeptemberében 90 éves korában elhunyt keresztény humanista polihisztorra emlékeztek az ő nevét viselő kórház dolgozói 60-ban, szeptember 28-án. Az Albert Schweitzer kórház előcsarnokában található emlékfalnál idén két szakember képmását avatták fel. Én már közel 50 éve, hogy az Albert Schweitzer nevet és ezt az ünnepet megünnepeljük. A mögöttem látható fal az egyben a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is. Ugyanis aki tudja tisztelni azokat a kedves kollégákat, akik ezért a kórházért tettek az elmúlt időszakban, és tud rájuk felnézni mind a mai napig, az tudja csak igazán a jövőt elérni, és azt tud igazán fejleszteni. Nagyon szépen köszönjük azoknak az orvosoknak, akik ide erre a falra felkerültek, és akikre nagyon nagy lelkesedésre és tiszta szívvel tudunk emlékezni, hiszen nekik köszönhetjük, hogy ez a kórház mind a mai napig itt tart, és ez a kórház egyre inkább fejlődik. Az intézet tudományos tanácsának döntése alapján Albert Schweitzer mellett olyan kollégák képmásai kerülhetnek az emlékfalra, akik szellemiségük, szakmai munkásságuk alapján érdemesek a nagy előtt szellemi örökségére. 2011-ben a kórház 50. évfordulóján született meg az az elképzelés, hogy a kórház jeles orvosainak egy emlékfalat állítsunk. Ez 2011-ben Popovics József főorvos úr igen hálás és lelkismeretes munkájával meg is valósult meg a kórház közösségével. Az akkori alapítóknak a elképzelése az volt, hogy ez a szoborfal 5 évenként bővüljön, és most 2016-ban elérkeztünk az 5 éves bővüléshez. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a menedzsment, a kórház minden dolgozója és a tudományos tanács egyértelműen, egyöntetően dr. Valló János főorvos urat javasolta, hogy az emlékfalon szoborképet kapjon. Nem is nagyon találok a szavakat, hát teljesen meg vagyok hatódva, és hát én nekem ez egy óriási megtiszteltetés, hiszen azok vannak a falon, akikkel én együtt dolgozhattam, és hát fölnéztem rájuk, és hát én is itt most a falon megjelentem, úgyhogy megható számomra, és rendkívül megtisztelő, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki így gondolta, hogy érdemes vagyok erre. Még fiatal orvosként a kórházban egy nagyon kedves doktornővel ismerkedhette meg. Ettől a doktornőtől tanulhatta meg azt, hogy a beteget lehet szeretni, tisztelni. Nem csak gyógyítjuk a beteget, hanem szeretjük és tiszteljük őket is. Nagyon sajnálom és nagyon röstelem magam, hogy ez év júliusában szokás szerint megint siettem, és a új műtőblokk környékén találkoztam Pásztor főorvosnővel, és kérdeztem, hogy hogy vagy főorvosnő, mi van veled? És a tőle megszokott optimizmussal, életszeretettel mondta, á, Mikloskám, semmi bajom nincsen. Köles Jóska rábeszélt arra, hogy egy pár hetet töltsek már itt, hogy megerősödjek. Augusztusban értesültünk a főorvosnő haláláról, ami az egész kórház minden dolgozóját nagyon megrendítette, és akkor merült fel az az elképzelés, és köszönöm a menedzsmentnek, hogy támogatta ezt, hogy ezen a szobor falon Pásztor főorvosról is meg tudjunk emlékezni. Az ünnepség a rendelőintézet aulájában folytatódott, ahol elsőként Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte az intézmény dolgozóit. Ha belegondolunk, gyakran kívánjuk azt, hogy jó egészséget, legyél egészséges, amikor köszöntjük egymást és elválunk egymástól. Azonban az élet olyan érdekesen produkál mindig, hogy a jó kívánság megvan, de arra a munkára, amit önök végeznek, amit önök tesznek, itt a kórházban nagyon nagy szükség van. És talán egyre jobban szükség van. Ilyenkor mindig az ember arra gondol, hogy bárcsak azt a biztonságot meg tudnánk hozni teljes egészében, ami pénzügyi, gazdasági, jogi biztonság,
amivel a kórház és a magyar egészségügy sokáig tud dolgozni. Bárcsak meg lenne feltétel nélkül az a biztonság, ami a kollégákat, az utánpótlást, a szakmai utánpótlást, szakemberképzést tudja biztosítani minden korosztály részéről. Azonban mi tudjuk, hogy a mi feladatunk az egy erős küzdelem maga. Tudjuk az egészségügybe dolgozók, hogy itt mindig küzdeni kell, minden napért meg kell harcolnunk, és talán ettől szép ez a szakma, ettől szeretjük annyira. Albert Schweitzer, hogyha bárki olvassa az életművét, az ő élete is küzdelem volt. Azonban volt benne egy végtelen nyugalom, egy végtelen harmónia, az korából, vagy éppen a gondolkodásmódból eredő alkotás szelleme. Hiszen egyszerre volt művész, egyszerre volt lelket feltöltő, és egyszerre volt gyógyító. Hittel, békével, nyugalommal. Soha nem lett gazdag, de nem is akart az lenni. Ő gazdag volt a maga érzelmével. Ezért hát azt kívánom mindannyiunknak, azt kívánom önöknek, hogy az egészségügyben találják meg ezt a gazdagságot, ezt a lelki küzdelemmel teli gazdagságot, és a jó példának vegyék őt, a nagy orvost, és vigyék tovább ezt a lángot, amit eddig is önök cipeltek, és reméljük, hogy még jó sokáig cipelni fogunk. Sok kórháznak van ugye egy teste, ami maga az az épület, amiből áll. Ez az épület itt azt gondolom, hogy az elmúlt években jelentős fejlődésen esett át, viszont akármilyen állapotban volt ez a test, az a lélek, ami ezekben az épületekben tevékenykedő emberekben van, mindig erőt adott ahhoz, hogy tovább lendüljenek az aktuális problémákon. Egy-egy ilyen napon érdemes megállni és elgondolkodni, és egy ilyen emlékfa, az emlékezés fala alkalmas arra, hogy végig gondolja minden itt tevékenykedő személy, hogy mi az az élet cél, ami őt ide sodorta erre a pályára. Azt gondolom, hogy mindenki előtt lebeghet az, hogy valaha egyszer, bár 5 évente adományozzák ezt a díjat, alkalma lesz eme kitüntetés megkapnia, és Albert Schweitzer képmása mellett az utókor számára megjelennie. Én kívánom önöknek a jövőben, hogy kiváló munkát tudjanak végezni, lélekkel végezzék ezt a munkát, és szakmai megelégedéssel. Idézeteket kerestem Schweitzertől, vagy Schweitzerrel kapcsolatban az interneten, hogy milyen küzdelmes volt az ő élete, ugyanakkor milyen tartalmas és igazán szép életet tudhat maga mögött. És miközben keresgéltem ezt az idézetet, bukkantam rá arra egy szemelvényre, amit az ő afrikai kórházáról ír, és ott is kifejezetten a akkori, hát akkor kórházfalunak nevezték, de a mi intézeti házirendünknek felel meg, és elgondolkodtam azon, hogy az önök munkája is mennyivel könnyebb lenne, hogyha ezeket a rendszabályokat, ezeket a szabályokat a betegekkel kapcsolatban tudnánk alkalmazni. Soha nem hagyta el őt sem, nyilván bennünket sem kell, hogy elhagyjon, vagy szabad, hogy elhagyjon a humor, hiszen sok mindennen ez a humor segít. Tehát, és íme néhány rendszabálya a kórházi, akkori kórházi vagy kórházfalui intézeti házi rendből. A rend és fegyelem tekintetében igazán csak a legszükségesebbeket követeljük meg a kórházban. Reggelente a beteg jelenjék meg önként a kötözésnél, az orvosságok átvételénél vagy az injekciózásnál, és ne fusson el, ha nem kerül sorra nyomban. A fejadag átvételéhez hívó kürtszóra fél óránál ne nagyobb késedelemmel jelenjék meg a tányérjával, minden hulladékot odadobjon, ahová való. Ne lopkodja a misszionárusok tyúkjait, ne dézsmálja a misszió gyümölcsfáit és banánültetvényeit.
különösebb hangoskodás nélkül vegye ki a részét a kórház szombat délutáni takarításából. Fogja meg az evezőt, ha ez a sors jutott neki osztályrészül, és állapota megengedi. Segítsen a ládák meg a rizsezsákok kirakodásánál, ha véletlen úgy hozza, hogy mint erre alkalmast felállítjuk a fazeka mellől. Aki mindezt megcselekszi, sőt még egy icipicivel többet is, a sziámbor értelmes lénynek tekintjük, és egyébként sok mindent elnézünk neki. A 141 éve született Nobel-békedíjas német polihisztor, orvos, teológus, orgonaművész, zenetudós és író életéről az idei ünnepségen is hallhattak előadást a 60-i Albert Schweitzer Kórház jelenlévő dolgozói. Albert Schweitzer életútját végigkövetve jól láthatjuk, hogy életét akár nehézségek árán is. A fejlődés, a tenni akarás, az élet tisztelete, a beteg emberen való segítés, a beteg ember gyógyítása motiválta. Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet tudományos tanácsa és menedzsmentje hagyományosan minden évben két kollégának adományoz Provita díjat. 2016-ban elsőként dr. Takács Sándor, sebész-urológus főorvos vehette át a kitüntetést, aki 1978 óta dolgozik az intézményben. Majd Szedmák Józsefné az újszülött, csecsemő és gyermekgyógyászati osztály főnővére vehette át a Provita díjat. Az elismeréseket dr. Stankovics Éva főigazgató és dr. Rosta Ildikó orvosigazgató adta át. Az ünnepséget a Grassalkovics énekkar műsora és állófogadás zárta. Good night, sweetheart, well, it's time to go.